Következő két bemutatkozó professzorunk a gépészmérnöki kar képviselője. Felkérem dr. Orbulov Imre dékán urat, néhány mondatban mutassa be közülük elsőként dr. Berecki László, Ákos László professzor urat, az energetikai gépek és rendszerek tanszék legújabb egyetemi tanárát. Köszönöm szépen a szót. Dr. Berecki Ákos László Budapesten született, házas és két gyermek boldog édesapja. Talán ezek a legfontosabbak, amit tudni kell róla, de azért a mai rendezvényhez még van néhány adat is. 1993-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet itt a BME-n, ezután PhD hallgató volt a kalorikus gépek tanszéken. PhD fokozatát 2002-ben védte meg, 2008-tól egyetemi docens, 12-től a BME Audi kooperációs kutatóközpont igazgatója. 2020-ban megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, 22-től az MTA doktora. A Magyar Égéstudományi Bizottság elnökségi tagja, valamint számos tudományos, ipari és kutatásfejlesztési projekt résztvevője és vezetője. Kutatási területei a megújuló tüzelőanyagok, környezetvédelmi mérések, belső égésű motorok és az égési folyamatok vizsgálata és optimalizálása. A trendeknek megfelelően jelenleg a hidrogén hasznosítás területén dolgozik és kutat ezekben a témákban. Publikációinak száma több mint 180, ebből 23 darab impact faktoros, független VOS időzőinek száma 1100 feletti. Számos szakdolgozat, diplomamunka és egy hiány 40 darab TDK dolgozat konzulense vagy társkonzulense, magyar és angol nyelven is előadó képes. Köszönöm szépen! Kérem, hallgassuk figyelemmel dr. Berecki Ákos László professzor úr előadását. Tisztelt rektor úr, rektor helyettes urak, dékán urak, tisztelt érdeklődők, munkatársak! Ahogy ez már az Éva előadásában is elhangzott, egy nagyon hosszú és összetett út, amíg az ember eljut ebbe a pozícióba, számos fórumon adnak bizalmat, és számos feltételnek kell megvalósulni. Természetesen ezeket az eredményeket az ember csak úgy tudja elérni, hogy megfelelő vezetők, munkatársak, és hogy ez az Éva előadásában is elhangzott, család van a hátterébe. Én személyesen ki is emeltem, ugye elsősorban akiknek köszönetet kell nyilvánítanom, ugye azok a kar előző és mostani vezetői, aki végül is erre a szakmára irányított, az dr. Penninger Antal volt, utána Stépán Gábor dékán úr és Cigány Tibor dékán úr pozícióba nyújtott nagyon sok motivációt, nem hagytak békén, amíg meg nem csinálom. Nagyon fontos a tanszék vezetősége, és akiknek nagyon hálás vagyok, az külön a tanszéki munkatársak, és az a kollektíva, ami lehetővé tette, hogy céljaimat meg tudjam valósítani. Külön kiemeltem dr. Meggyes Attilát, aki a konzulensem volt. Sokan mondják, hogy sok mindent átvettem tőle, ezt én nem veszem mindig észre, csak inkább visszajelzés formájában. Kiemeltem külön Lukács Kristóf kollégámat, nemzetközi és ipari partnereimet, akik támogatása nagyon nagy mértékben elősegíthette azt, hogy idáig el tudjak jutni. És végül, de nem utolsó sorba szeretném megköszönni néhai szüleimnek, és szerető családomnak, hogy elviseltek ebbe a pár évbe, amíg hát fogalmazunk úgy, hogy azért elég komoly feladatokon kellett keresztül menni. Nagyon röviden magamról, ugye a rektor úr bevezetésében is elhangzott, az energetikai gépek és rendszerek tanszéken dolgozom, de előtte a kalorikus gépek tanszéken dolgoztam, és ott sajátítottam el az úgynevezett kalorikus szemléletet, tehát minden hőerőgépnek a működését, üzemét az égés oldaláról próbáljuk megközelíteni. Miért égés? Ugye hát a égés az az ős tudásunkhoz, tapasztalatunkhoz, emberré válásunkban is nagyon nagy szerepe volt. És ha már itt tartunk, ugye hát külön kiemeltem, hogy a tapasztalati megismerés, tehát kutató munkámban nagyon sok és nagyon nagy szerepet hárítok arra, hogy méréseken keresztül is megismerjek bizonyos folyamatokat. Amint láthatják, az eddigi
vagy a főbb tevékenységeim is, mind annak idején a diplomamunkám, majd a PhD értekezésem, később az akadémiai doktorim is ezekhez a gépekhez foglalkozott. Itt beraktam egy ábrát, hogy miért is fontos, ma ugye láthattuk, hogy mind a PhD, mind az akadémiai doktorim a belső égési motorokkal kapcsolatos. Hát erre beraktam különböző előrejelzéseket, hogy ez miért is fontos. Egyik szerint 2050-ben még közel 40%-ban az új eladások még belső égési motorok lesznek, illetve egy másik előrejelzés szerint 2050-ben is még kis tehergépjárműveknél belső égésű, azon belül dízel vagy dízel hibrid lesz. De a munkám ugye elsősorban nem csak a közlekedéssel, és nem csak a belső égésű motorokkal kapcsolatos, hanem hőerőgépek, és főleg ami számomra kedves, ugye ez az égési folyamatoknak a vizsgálata. Oktatási tevékenységem is ezt tükrözi. Ugye, amiről mindenképpen meg kell, vagy szóba kell, vagy megemlítem, ugye az a belső égési motorok tárcsoport. Itt nagy büszkeségemre szolgál, hogy a mechatronikai mérnök mesterképzésen a jármű mechatronikai specializációnak vagyok a felelőse, és itt most már három kar együtt, itt a gépészkarral együtt, négy kar együttműködésén belül alakul ez a specializáció, és nagyon köszönöm a társkaroknak ebbe a részvételt. A tematika miatt kor követelményei szerint a tantárgyak folyamatosan alakulnak, például ugye nem belső égési motorokat tanítunk, hanem hajtások energia átalakító rendszereit, erre is utalva arra, hogy bizonyos szempontból át kell alakítani és folyamatosan frissíteni kell az oktatást és az ezzel kapcsolatos kutatásokat. Ezen kívül két BSc, illetve egy MSc tárgyban vagyok tantárgy felelős, illetve oktatom ezeket a tárgyakat. Itt már pár éve Cséphalvai Edit kolléginám is részt vesz ezeknek a tárgyaknak a koordinálásába. Érdekesség, hogy mint a legalsó ábrán is látható, a kor követelményeinek megfelelően egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk mind az oktatásban, mind a tudományos vagy kutatási munkában a hidrogénnel és a hidrogénnel kapcsolatos vizsgálatokra és kutatásokra. Amint az elhangzott a bevezetésekben, a célkitűzésem, ami a eddigi tudományos munkámnak az alapja volt, az elsősorban a megújuló és újszerű égési módszerek alkalmazása hőerőgépekben, és ide csak zárójelbe tüntettem föl, itt egy nagyon fontosnak érzem azt megemlíteni, hogy nem csak új megújuló tüzelőanyagok, hanem ezeket a megújuló tüzelőanyagokat abból az aspektusból is vizsgálni kell, hogy ugye életciklus szempontjából valóban azok mennyire megújulók, illetve nem megújulók. A slide alsó részén ugye feltüntettem egy pár főbb, vagy pár vizsgálatot, ahol kísérleteket végeztünk, méréseket végeztünk. Jól látható, hogy ez meglehetősen tág terület volt. És ezen belül most egy dolgot szeretnék egy kicsit jobban bemutatni, az pedig ugye az akadémiai doktorimhoz tartozó kutatás volt, és itt ugye a egyik jelentős vizsgálati irány az a butanol elegyek vizsgálata volt. Miért is foglalkozunk butanol elegyekkel? Ezen a szlájdon feltüntettem. Igazság szerint amitre azt lehet mondani, hogy fontos, hogy a gázolajjal lehet keverni, csökkenti a viszkozitást. De ugye, ahogy említettem, volt kalorikus tűz égési folyamat szempontjából volt egy nagyon nagy kihívás. Itt készítettünk még nagyon rég egy publikációt, aminek elég nagy impaktja volt. És ami igazán érdekes volt, azt figyeltük meg, hogy ahogy ezt a magasabb rendű alkoholt, butanolt elkezdtük bekeverni, itt a égés első szakaszán egy ilyen nagyon intenzív égés alakult ki, és ez az égés, ahogy növeltük a butanol részarányát, egyre intenzívebb lett, és ez, ugye, aki
égés tüzelési szempontból vizsgál valamilyen folyamatot, annak egy nagyon nagy kihívás volt, hogy itt mi történik. És ez alapján indultam el ezzel a kutatási irányjal, és ami igazság a nagy doktori disszertációmnak is az egyik eredménye volt, hogy számos vizsgálat közös kiértékelésével sikerült valamennyire rendet tenni ennek a korai intenzív égésnek a vizsgálatába, és sikerült bizonyítani, hogy a gyulladási időnek igen jelentős a hatása. Természetesen ezt vizsgáltam metanollal is, illetve biodízzellel, metanolnál látszik, hogy ugyanúgy jelentkezik ez a hatás, míg biodízzelnél kevésbé. Utána mentünk tovább, szintén egy jelentős vizsgálati irány volt a kettős tüzelőanyagú rendszer, megítélésünk szerint ebbek még várható, hogy lesz jövője. Ezen a téren Zöldi professzor úrral is folyik jelenleg egy közös PhD hallgatónk oktatása. Itt a lényeg az, hogy létrehozunk egy elsődleges tüzelőanyag levegőkeveréket, és azt utána már az égéstérbe gyújtjuk be. Nagy vonalakban azt lehet mondani, hogy itt is az elsődleges tüzelőanyagra vonatkoztatott, illetve a globális légfelesleg tényező vizsgálatán keresztül sikerült valamennyire rendet rakni az égési folyamatoknál. Amint az a bevezetőbe is elhangzott, a jelenleg komoly átalakulások vannak az iparba, az energetikába, és ezekre a kihívásokra a megújuló energiák nemzeti laboratórium keretében nyílt lehetőség egy olyan rendszer kialakítására, ahol hidrogén-földgáz keverékeket, illetve hidrogént tudunk mint üzemanyag és mint tüzelőanyag vizsgálni. Hát egy-két ábrát raktam be erről, nagyon fontos hidrogén bekeverésnél a láng stabilitás mennyire fogja megőrizni magát, hát erre a középső kép van, illetve ami igazán ebben a szempontból érdekes, ez az alsó animáció, amit láthatunk. Itt ugye 23 térfogat százalék hidrogént kevertünk be a földgázhoz, illetve ez metán keveréke, és jól megfigyelhető, hogy ugye az égés a lángoknak a hossza, magassága jelentősen le fog csökkenni, és nagy kérdés az, hogy ez a visszagyulladás, visszarobbanás szempontjából mennyire lesznek kritikusak ezek a berendezések, és itt természetesen nem csak méréseket, hanem ami nagyon fontos, az elméleti hátteret is szeretnénk megvizsgálni, és minél jobban úrrá lenni rajta, vagy minél jobban tapasztalatokat szerezni, és ehhez kapcsolódik, ugye, ami az ábrán is látható, hogy elindítottuk az üzemanyagcellás vizsgálatokat, és ezzel kapcsolatban ugye egy oktatást is elindítottunk. Köszönöm még egyszer mindenkinek a megtisztelő figyelmet, és köszönöm az érdeklődést. Köszönöm.